Köszöntöm nézőinket! Ez a Kvantum, a Szeged Televízió tudományos műsora. Novemberi adásunkban beszámolunk a Magyar Tudomány ünnepe szegedi eseményeiről és a lézertechnika felhasználásáról. Aztán utána jártunk, milyen veszélyei vannak a gabona fuzárium fertőzésének. Végül egy szegedi irodalomtörténész által bemutatjuk Kosztolányi Dezső utolsó szerelmeit. Már is mutatjuk! Értékteremtő tudomány. Ez a jelmondata a Magyar Tudomány ünnepének, mely minden évben november 3-án kezdődik, és egy hónapon át tart. A Szegedi Akadémiai Bizottság plenáris ülésén előadást tartott Krausz Ferenc, magyar születésű Németországban dolgozó fizikus, és a hagyományokhoz híven itt adták át az innovációs díjakat. A Magyar Tudomány ünnepét 2003 óta tartják meg minden évben november 3-án, mert 1825-ben ezen a napon ajánlotta fel egyévi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság megalapításához gróf Széchenyi István. Ebből az alkalomból több hetes rendezvénysorozatot szerveznek országszerte, többek között Szegeden is, hogy a figyelmet a magyar tudomány eredményeire és a kutatók helyzetére irányítsák. A Magyar Tudomány ünnepének én úgy gondolom, hogy komoly jelentősége van. Minden évben, novemberben néhány napra, az akadémián néhány hétig tart ez az ünnepségsorozat, megállunk és összegzéseket csinálunk. Erre az MTA és a kormány közötti elmúlt hónapok heves vitája tükrében különösen nagy szükség van. A hatalom egy kicsit megcibálta a bajszunkat, de hát a tudomány az arról híres, hogy ilyenek, nem figyel annyira, mert nekünk van fontosabb küldetésünk ennél, maga a tudománynak a művelése, de nem csak a tudománynak a művelése, hanem az ifjúságnak a nevelése, a tudományra való nevelése. Tehát én azt mondom, hogy ezt túl fogjuk élni, és a megújulva kerülünk ki ebből. A plenáris ülés díszvendége Krausz Ferenc, magyar születésű, Németországban dolgozó fizikus volt. A Max Planck Társaság kvantumoptikai intézetének igazgatója az attoszekundumos technológiák rákutatásban elért eredményeit mutatta be. Hogyan tudjuk a legalapvetőbb mikroszkópikus folyamatokat jobban megérteni, ami fontos lehet betegségek keletkezésének jobb megértéséhez, vagy akár az elektronika felgyorsításához, és csak a közelmúltban bukkant fel egy igazi alkalmazás lehetősége, amely akár mindennapjainkat is befolyásolhatja. Erre tulajdonképpen a véletlennek köszönhetően jöttek rá. Kialakult annak a lehetősége, hogy fényhullámokat tudtunk első alkalommal megjeleníteni, és felismertük azt, hogy molekulák, hogyha hirtelen meggerjesztjük őket, akkor rezgésbe jönnek, és ezen keresztül infravörös fényt bocsátanak ki, és ezzel az új méréstechnikával ezt az infravörös fényt első alkalommal tudtuk nagy pontossággal és nagy érzékenységgel megmérni. Így nyílt meg a lehetőség az alkalmazás irányába. Az persze még a távoli jövő, hogy ezt a klinikákon a gyakorlatban is alkalmazni tudják, egyelőre még az alapkutatás stádiumában vannak. És alapvető kérdésekkel foglalkozunk. Az első alapvető kérdés az, hogy betegségek, többek között a rák, vagy egyéb súlyos betegségek milyen mértékig változtatják meg a vér molekuláris összetételét. Ez az alapvető kérdés, amire keressük a választ, és a következő lépés az, hogy ez a változás elegendő-e ahhoz, elegendően jelentékeny és specifikus-e a betegségre vonatkozóan ahhoz, hogy a megmérésével a betegség tényleg diagnosztizálhatóvá váljék. A megmérés történne ebben az esetben infravörös fénnyel való gerjesztés útján, és a molekulák által kibocsátott infravörös fény megmérésével. Az idei rendezvény az értékteremtő tudomány jelmondatot kapta. Novemberben előadásokon bizonyítják be ennek jelentőségét a különböző tudományterületeken. A tudomány, a mindannyian tudjuk, hogy értéket kell, hogy teremtsen. Maradandó értéket kell, hogy teremtsen. Ezt akár pénzben is meg lehet fogni, de az érték nem mindig a közvetlen pénzügyi haszon. Elég az, hogyha előre mutatunk bizonyos tudományterületeket,
területeken, vagy például a környezetvédelembe, a klímaváltozásokba, és így tovább. Tehát a tudomány így módon teremt értéket, de természetesen úgy is, hogy akár mondjuk egy gyógyszerkutató, mint én, szabadalmi bejelentéseket tesz, és hogyha van szerencséje is, akkor esetleg gyógyszervegyületet tervez, és akár olyat, ami forgalomba kerül, és akkor az tényleges komoly értéket hoz létre. Hogy a tudomány mennyire értékteremtő, azt jól bizonyítja, hogy ezen a rendezvényen adták át a 10. Délalföldi Innovációs Díjakat. Gazdasági társaság kategóriában első helyezett a Scolia Technologies Kft. Lett. Mi a fémnyilas dartsjátékhoz, a Steel dartsjátékhoz fejlesztünk automatikus pontszámítórendszert, ez a világon abszolút egyedülálló innováció, aminek segítségével teljes mértékben tudjuk automatizálni a hagyományos fémnyilas dartsjátékot. A mérőeszköz valós időben rögzíti a dobást, emellett pedig a pontos koordinációját is le lehet kérdezni, ezzel segítve a játék gyakorlását. Mindez idáig manuálisan kellett regisztrálni a pontszámokat, tehát fejben kellett összeadni ezeket a pontszámokat, és így kellett bevinni egy eszközbe, vagy egy papírlapra fölírni, hogy milyen pontszámot dobott a játékos. Mi ezt teljes egészében automatizáltuk, tehát semmilyen interakcióra nincsen szüksége a játékosnak ahhoz, hogy ezeket a pontszámokat követni tudja a játék során. Hát ez egyrészt a profi, kompetitív darts játékosoknak egy nagyon-nagyon hasznos eszköz, hiszen automatizáltan tudják így a játékaikat játszani. Mindemellett pedig a kocsmák, vendéglátóhelyek, szórakozóhelyek számára is egy nagy segítség, hiszen így a vendégeik számára egy adicionális szolgáltatást tudnak nyújtani, hiszen automatizáltan tudnak ilyen darts játékokat lebonyolítani. Természetes személy kategóriában az első díjat Hall Melinda hozta el, aki egy új pszichológiai mérőeszközt fejlesztett ki. Személyiséget mérünk vele szimbólumok által. Jelenleg teljes mértékben készen áll ez a szimbólum. A saját grafikusunk Hoffmann Nikoletta tervezte meg magát ezeket a táblákat, amelyekkel tudjuk mérni magát a személyiség dimenziókat. Azt gondolom, hogy egy rendkívül innovatív és tényleg újszerű eljárás a pszichológia világában és egyáltalán a tudományban, hogy egy picit máshonnan közelítünk a személyiség felé. Az alapkoncepció az affektív temperamentum koncepció, ami a pszichológia világában is viszonylag új, Magyarországon kifejezetten. Ezt a koncepciót vettük alapul, ezzel kapcsolatban végeztük korai vizsgálatainkat fájdalommal élő személyek körében, és ezt követően szeretnénk ezt a vizsgáló módszert, mint egy hatékonyabb, gyorsabb eszköz a piacra vinni. Ezzel az eljárással hatékonyabb, gyorsabb terápiás eredményeket lehet elérni, illetve a krónikus fejfájással küzdő emberek tüneteit is csökkenteni tudják. Az innovációt pedig egy telefonos applikáció létrehozásával fejlesztenék tovább. Miként lehet felhasználni a lézertechnikát a nukleáris erőművek hulladékának minél gyorsabb lebontására? Erről szólt az a tudományos konferencia, melynek helyszíne az STL Dugonics téri díszterme volt. A projektet, amelyben részt vesz egy amerikai kutatóintézet és egy Nobel-díjas francia professzor, a magyar kormány 3,6 milliárd forinttal támogatja. 2018. szeptemberében Párizsban volt az első konferencia a transzmutáció lehetőségéről. Ezen a témával foglalkozó 15 tudós vett részt. We are very good at initiating energy producing, which we call upstream side of the science. Mi nagyon jók vagyunk az energiatermelésben, például a nukleáris energia előállításában. A módszert a 40-es években 4 év alatt kidolgozták. Ma már szerte a világon reaktorok termelik az elektromos áramot, de sok mérgező nukleáris hulladékot is előállítanak, és ennek a kezelésére nincsen technológiánk, az csak gyűlik. Nagyon jók vagyunk a konyhatudományban, sok mindent ki tudunk főzni, de nem sokat törődünk a WC-tudománnyal. Én azért veszek részt szívesen ebben a projektben, mert meggyőződésem, hogy sokkal többet kell foglalkoznunk a WC-tudománnyal is. A nukleáris reaktorok üzemanyaga az urán a legnagyobb stabil atom a periódusos rendszerben. Az ott lezajló reakciók eredményeként azonban ebből instabil, erősen sugárzó neptónium vagy plutónium jön létre, amely csak nagyon lassan bomlik le. One of the big problem with nuclear waste is a nuclear waste that
A nukleáris hulladékkal a legnagyobb probléma az élettartama. Meg kell találni az útját, hogy ezt a több százezer évet valahogy lerövidítsük, vagy legalábbis azt az időt, amíg sugároz. Ennek a projektnek a célja, hogy ezt az időt lerövidítsük, és sokkal költséghatékonyabbá tegyük. Muró professzor szerint elméletileg nincs akadálya, hogy ezt a több százezer éves folyamatot akár napokra vagy percekre rövidítsük le a laboratóriumban. A maga a jelenség az ismert, hogy ilyet lehet csinálni, csak ez szükséges egy neutronforrás, amit jelen pillanatban csak gyorsítókkal lehet elállítani. Ezeknek az ára olyan 2-3 milliárd dollárnál szokott kezdődni, és borzasztó költséges a fenntartásuk is. Ezért, bár maga a jelenség legalább 20 éve ismert, gyakorlatilag nem használták erre. Kérdés most az, hogy a lézereken alapuló gyorsítással tudunk neutronforrást csinálni, ami gyakorlati alkalmazást tesz lehetővé. És az egyik lehetséges megoldás, ugye itt nem csak arról van szó, hogy néhány kutató erről beszélgetett, hanem nagyon komoly számítógépes szimulációkat végeztek már Tajima professzor és munkatársai. És ennek az az üzenete, hogy az egyik olyan lézer, ami az egyik fajta megoldásra a legjobb, az épp az elébe van. Ezt a projektet a kutatók már régebben tervezték, de eddig nem volt rá pénz. Mivel Magyarország hosszabb távon is az atomenergiára akarja alapozni energiaellátását, a kormány úgy döntött, 3,6 milliárd forintot ad erre a kutatásra. 2010 környékén éppen Tajima professzor és munkatársai publikáltak egy olyan cikket, ami egy elméleti számítás volt, ami bizonyos lézerekkel még jobban gyorsíthatnának ilyen ionokat. És ezt a sémát lehet itt az elébe megvalósítani. A lényeg a dolognak az, hogy ionokat kell gyorsítani, a felgyorsított ionokkal elő kell állítani neutronokat, és a neutronokkal kell megbombázni az átalakítandó anyagot. Tehát egy két lépcsős dolog, de az első kérdés az, hogy honnan veszünk megfelelő számú földgyorsított ion. A válasz most az, hogy lézerrel csináljuk. A munkát számítógépes szimulációkkal kezdtük, több csoportban párhuzamosan dolgozunk, egymást is ellenőrizve. Az összes számítás azt mutatja, hogy a létező lézeres berendezések, mint az ELIS Szegeden és Prágában, alkalmasak erre a neutrongenerálásra, amelynek a vége a transzmutáció. Most azt kell megvizsgálnunk, hogy azok a neutronok, amelyeket a lézerekkel előállítunk, megfelelnek-e a transzmutációra. Tajima professzor szerint ennek az eldöntésére pár év elég lesz, de utána még 15-20 év kell, hogy a technológiát magáncégek bevonásával ipari méretekben is kidolgozzák. Ez a téma eredetileg nem volt benne az ELI portfóliójában, ezért most tesztelni kell az ott található berendezéseket, hogy hogyan működnek. Azt vizsgáljuk majd meg, hogy a nagyon rövid, tehát nagyon-nagyon rövid, a másodperc nagyon-nagyon kicsiny része, az emberi hajszál vastagságának egy tizede körülbelül időtartamú lézerimpulzusok segítségével hogyan tudunk nagyon nagy hatásfokkal gyorsítani ionokat, protonokat, majd aztán ezek segítségével neutronokat előállítani. Az ELI lézerei közül ebben a kutatásban hármat használnak majd. Kettőt már idén beüzemeltek, a harmadik a tervek szerint 2021-re áll hadrendben. Nem javasolt a teljes kiörlésű gabonából készült kenyerek fogyasztása. Az idei gabonatermés egyötöde lehet fertőzött a fuzárium gombával, mely súlyos, toxikus vegyületeket termel. Az Egyetem Élelmiszermérnöki Intézete is vizsgálja az idei gabonatermést, és csak a fehérlisztet ajánlják, mert a búza feldolgozásával abban szinte semmilyen káros anyag nem marad. A fuzárium egy a gabonatermesztésben jól ismert fonalas gomba, mely alapvetően nem veszélyes, de hatalmas károkat tud okozni, ha túlságosan elterjed, mint ahogy az idén is történt. A tavasz kifejezetten esős volt, éppen áprilisban a búzavirágzás idején, ami kedvezett a fuzárium gombának. Ezek az úgynevezett fuzárium gombák, amelyek egyébként jelen vannak mindenütt, de a szántóföldön expresszálódnak, tehát kifejlődnek ezek a fuzárium gombafajok. A fuzárium mindenütt jelen van, alapvetően nem is jelent veszélyt. Csak később fog majd a szennyezettség és a veszélyforrás belépni az életünkbe, amikor is ezeknek a fuzárium gombáknak a másodlagos anyagcsere terméke
ez lesz a bűnös, az úgynevezett mikotoxin. Megjelenik az a toxin, az a toxikus, tehát mérgező anyagot tartalmazó vegyület, magában a búzaszem felszínén is megjelenik, kalászban is, hiszen kalászfuzáriózisról is beszélhetünk. A tárolás során mikotoxinok alakulhatnak ki. A tavalyi és tavaly előtti év nem számított fuzáriumos évnek, 2010-ben viszont nagy károkat okozott. Ez a mikotoxin, tehát gomba méreg, megtelepszik sok más egyéb hely mellett, de a búzaszem felületén. A búzaszem héj része, egy több rétegű összetett héj, elsőbb a cellulózok, hemicellulózok, nyilván ezek nem kerülhetnek a lisztbe, vagy nagyon kevés hányadban kerülnek a fehér lisztjeinkbe. Ha viszont bekerül, az gondot jelent, mert a búza feldolgozásával nem minden esetben tűnik el a toxikus anyag. Ráadásul jól tűri a hőt, a kenyér 280 fokon történő sütésével sem semmisül meg. A mikotoxinok azért veszélyesek, mert szervezetünkbe kerülve legyengülhet az immunrendszerünk, gyomorpanaszaink lehetnek, sőt egyes esetekben a nemzőképességet is befolyásolhatják. Ha lehet, akkor ilyen csapadékos évben, vagy ilyen toxinos évben ne fogyasszunk teljes kiörlésű, lisztből készült termékeket, Graham cipót, Graham típusú pékárút, mert abban nagyon sok a búza, teljes örleményéből adódóan a héj anyagtartalom, és ezen a héjon viszont elég sok don toxin tud megtapadni. Ilyen évben azt szoktuk tanácsolni, hogy lehetőleg a fehér, tehát a világos lisztből készült pékárút kenyereket fogyasszák, mert abban az esélye, a kockázata jelentősen kisebb a don jelenlétének, mint mondjuk egy teljes kiörlésű lisztben. Ez esetben a búzahéjban lévő fitinsav tartalmú vegyületek nem segítik a felszívódást, gyomorpanaszok keletkezhetnek. Ha rostban gazdag élelemre vágyunk, válasszunk inkább zöldséget, gyümölcsöt. Naponta átlagosan 180 g pékárút fogyasztunk. Ha fuzáriumos évben termesztett gabonából feldolgozott teljes kiörlésű terméket eszünk, az súlyos hatással lehet az egészségünkre. Ha legalább ezen az egy ponton tudnánk tudatosan ellenállni és hát védekezni a toxin bevitel ellen, mert nagy része azért a szervezetből egy természetes úton eltávozik. De folyamatosan minden nap ebben a 150-180 grammal újra bevisszük, újra megterheljük a szervezetünket, és pont az a két szélsőséges életkor, a kisgyermek és hát nyilván az időskori embertársaink nagyon kevésbé tudnak ezzel mit kezdeni. Az, hogy nem javasolt a teljes kiörlésű termékek fogyasztása, nem azt jelenti, hogy örökre nem. Az idei termésben ugyan jelen van, de ha nem volt fuzáriumfertőzés, azaz nincsenek jelen a héjhoz tapadó mikotoxinok, nincs gond. Azonban többféle megoldást létezik ellene. Ha a növénynemesítők úgynevezett gombarezisztens fajtákat tudnának létrehozni, és tudnak, csak hát ez is pénzbe kerül, akkor ez egy kicsit kevesebb vegyszer használatot jelentene, viszont egy kicsit drágább lenne az a fajta. A második nagy terület a raktári mikotoxin kártételek ellen is nyilván vegyszeres védekezés áll rendelkezésünk, és a harmadik terület pedig, hogy csak azokat a étkezésre szánt búzatételeket a malomüzem, mielőtt még a zörlés előtt elkezdené a lisztgyártást, olyan módon mechanikailag és különleges berendezések egyrészt kiválogatja a szennyezett szemeket, másrészt pedig mechanikailag meghámozza olyan mértékig, hogy az a héjon lévő toxin ne kerülhessen a zörleménybe, azaz a lisztbe. A fehér lisztből készült pékárukat tehát nyugodtan fogyaszthatjuk, mert a gabona ilyen típusú feldolgozásakor teljesen lehántolják a búzaszem héját, így eltávolítják a rajta lévő méreganyagokat. Így aki az egészséges táplálkozás híve, mostanában azzal jár jól, ha a fehérebb termékeket vásárolja meg. Ha ma élne, a Pletykalapok legfrissebb címlapjain szerepelne szerelmi történetével. De egy író magánélete halála után 83 évvel sem érdektelen, Kosztolányiék különösen nem.
Felesége mellett két másik nővel is viszonya volt életének utolsó éveiben. Szerelmi életét Bíró Balogh Tamás szegedi irodalomtörténész tárta fel, munkája Napokban könyvben jelent meg. Aha, nem volnátok ti Kosztolányi Dezső utolsó szerelmeiből, az is kiderül, kiről mintázta az édesannát az író. Eddig három nagy szerelmét ismertük, volt egy korai szerelem, ami még a házasságát megelőző időszakából volt, az Lányi Hedvighez, a Fecskelányhoz kötődött, ő Szabadkai volt. Utána jött a felesége, aki ugye 20-valahány évig volt hűtársa Kosztolányinak, és az utolsó évben volt Radákovics Mária nevű kapcsolata Kosztolányinak, akitől a túlélést remélte, egy mindent elsöprő nagy szerelem volt ez, ezekről tudtunk. És akkor most sikerült kideríteni, hogy volt még egy hölgy, aki nagyon fontos volt a költő számára. Keresztes Erzsébet azonban nem a költő köreiből jött, Kosztolányéknál szolgált cselédként. Bözsi Dajka néven képet is arzott róla Kosztolányi felesége, aki maga írta rá, hogy kit ábrázol a fotó. Annyira emberséges volt és annyira emberi, hogy Kosztolányi megtalálta benne azt a pluszt, amit mondjuk esetleg a színésznő feleségében nem. Sokkal közvetlenebb lehetett ez a kapcsolat, sokkal meghittebb. A Radákovics szerelemről 1975 óta tudott a széles olvasóközönség, mert akkor még Radákovics Mária életében közzéadták a hozzáírott Kosztolányi leveleket, innentől kezdve ugye feketén-fehéren bizonyított volt ez az életrajzi tény, be is került a monográfiákba. Ez az új szál, ez is egy dokumentumra épül, maga Radákovics Mária kéri számon Kosztolányin egy eddig publikálatlan levélben, hogy Dezső, te gyáva vagy, mert nem mersz választani a három nő közül. Szóval mindenki tudott mindenkiről? Ott abban az egy évben igen, ez Kosztolányi életének utolsó éve, 1935 nyarán járunk, akkor ő már nagy beteg, gyógyíthatatlan rákos beteg. A feleség biztos vagyok benne, hogy tudott mindenkiről, az ő dühös reakcióját ismerjük, ugye, azt a levelet, amit Radákovics Máriának írt, hogy maga szerencsétlen tájékozatlan lúd, én megölöm magát, stb. Érthető a reakciója, tehát ő volt a megcsalt feleség. Teljesen meg lehet érteni a fölfokozott érzelmeit. A másik nőről szintén tudnia kellett, hiszen nem csak arról van szó, hogy egy korábbi háztartási alkalmazottjuk volt, hanem közvetlenül a szomszéd házban lakott. Hová is futhatnék én kócos fejemmel, költészetemmel, rettenetesen cikázó tétovaságommal, ha nem lennétek ti? Megértők, megbocsátok. Nem lehet szétválasztani az életrajzi kutatásokat a művektől, mert ő direktben nem beszélt soha ezekről a nőkről, a kapcsolataikról, viszont a műveiben általában írt róluk, természetesen megváltoztatott hangsúlya, megváltoztatott neveken. Erről a harmadik hölgyről, aki most egy új kapcsolatként lehet majd megrajzolni a könyvben, őróla például az édesannát mintázta. Hát azt a regényt, amit mindenki ismer, mert kötelező olvasmány a gimnáziumoknak a negyedik osztályában, róla mintázta, ezt most sikerült bebizonyítani abban a olyan kontextusban, tehát, hogy előkerültek ennek az egykori cselédnek, az édesanna mintájából szolgáló valós egykori nőnek a személyiratai. Megtaláltam az örököseit, megtaláltam az összes életrajzi adatát, és gyakorlatilag az ő cselédkönyvéből másolta ki Kosztolányi azokat az adatokat, amiket az édesanna című regényében hoz. Kosztolányinak mindig nagyon erős vonzódása volt a cselédekhez, már fiatalon is. Valamiféle anyakép lehetett, anyaképnek a pótlása lehetett ez nála. Visszaemlékezésekből lehet tudni, hogy már a gimnazista korabeli cselédekkel is volt afférja, ilyen szerelmi kalandozás, ilyesmi. Tehát volt egy ilyen folyamatos vonzódás hozzá, és azt nem lehet ugyanakkor kijelenteni, hogy minden cselédjébe beleszeretett és minden cselédjével viszonyt alakított ki. Ez a nő, keresztes, nevezzük nevén, tehát Keresztes Erzsébet, Bözsi Dajka,
ő volt az a féle katalizátor, aki Kosztolányi életében kiváltotta ezeket az érzelmeket leginkább. Radákovics Máriáról mit lehet tudni? Ki volt ő? Mivel foglalkozott? Hogyan ismerkedtek meg egyáltalán? Ezt nagyon jól tudja az irodalom történet, hogy hogy ismerkedtek meg. 1935 nyarán a visegrádi újságíró üdülőben találkoztak először. Mária kézimunkázott, Dezső pedig odaérkezett a feleségével pihenni, meglátta ezt a nőt, beleszeretett és el akart válni. Hát természetesen nem így történt, csak ezt eddig így tudtuk. Radákovics Mária nem messze lakott Kosztolányéknak a házától, közös volt a busz megállójuk, tehát évek óta láthatták már egymást az utcán, és egyáltalán nem egy ismeretlen nőhöz ment oda Visegrádon. Azt, hogy ki volt ez a nő, azt viszont tényleg csak ezután tudta meg. Radákovics Mária egy Dunántúrról egy elszegényedett nemesi családból származott családnak volt a leszármazottja. Nem nagyon kellett, hogy munkával töltse az idejét, mert a férje az egy nagy cégnek volt a vezérigazgatója, korábban pedig Hortinak a főtisztje. Van is egy visszaemlékezésre, hogy amikor már viszony volt az ő felesége és Kosztolányi között, akkor Kosztolányi annyira félt, hogy behúzta még a sötétítő függönyöket is a dolgozó szobájának az ablakán. Jogos volt a félelme a Dezsőnek. Később párbajoztak is egyen, sajnos ennek a dokumentumai nem maradtak fönn, tehát a párbaj az ekkoriban már igazából csak papírmunkát jelentett. A felesége hogyan viselte ezeket a viszonyokat? Megtűrte, elfogadta, vagy azért voltak közöttük konfliktusok emiatt? Az egyik nőt kénytelen volt eltűrni, hiszen náluk volt cseléd, ő is ugye egy helyen laktak. Tehát egy házban laktak, ráadásul Bözsi Dajka volt az az ideális alkalmazott, akit nem is cseléd sorban tartottak, hanem már a család tagként néztek rá. Ő volt egyébként Kosztolányi Ádámnak a dajkája. A másik nőt azt rühelte. Tehát azt nem tudta, nem tudta megkedvelni, utálta. Tehát, hogy ő volt az, aki betolakodott az életébe, aki kívülről jön, és hát annyira erősek voltak Kosztolányi érzelmei, hogy el akart válni. Vajon miért nem volt elég csak a felesége? Miért kellett neki több nőhöz is vonzódnia? Több kortársi visszaemlékezés szól arról, hogy nem is volt igazából szerelem a Kosztolányi házaspár tagjai között. Valamiféle érdek és dacszövetségnek titulálták ezt később a visszaemlékezők. Ugye egy híres költő elvesz egy színésznőt, és akkor így együtt folytatják az életüket közösen. De hát az, hogy Kosztolányinak voltak ezek az érzelmi kilengései, az valójában mint hogyha ezt igazolnám. Az életrajzi kutatások mindig szolgálnak újabb kidolgozatlan szálakkal, Kosztolányiét is lehetne folytatni. A talált dokumentumok alapján, amit csak lehetett, feldolgozott Bíró Balogh Tamás, de még mindig kerülhet elő újabb dokumentum. Kutatói véletlen hozott össze a Bözsi Dajkának a leszármazottaival, akiktől újabb dokumentumokat kaptam. De még így sem teljes a kép, mert tudom, hogy mi hiányzik. Hát ezeknek az eddig kallódó dokumentumoknak az előkerülésétől még sok mindent várok. Kedves nézőink, ez volt a Kvantum. Decemberben új tudományos hírekkel jelentkezünk. Várjuk Önöket akkor is. Viszontlátásra! A műsorvezetőt a Livello di Vita öltöztette.